Sziasztok! Most be fogom nektek mutatni, hogy hogyan kell robogóval egykerekezni. Itt ugye most főként a robogóval való egykerekezésről van szó. Itt ugye a kuplungolásra, a váltásra nem kell figyelni. Itt a megfelelő fordulatot kell az elején elkapnotok, ahol a motor a legkönnyebben emeli az elejét, utána a későbbiekben már szinte mindegy lesz, hogy hol veszitek fel, bárhol ki fog jönni. A második pedig az, hogy a robogón működni kell a hátsó féknek. Fontos az, hogy tényleg működjön, mert ez a lelke az egésznek, jól legyen beállítva. Az már mindegy, hogy kinek mi a jó, hogy hol fog, valakinek már hamar, valaki azt szereti pedig, amikor kicsit később, hogy jobban lehessen egy kicsit adagolni. Az elején én azt javaslom, hogy vegyétek le a burkolatokat, idomokat a motorról, így hogyha baj van, akkor minél kevesebb lesz a kár. Na de kezdjünk is bele, megmutatom, hogy mik az első fontos lépések. Tényleg a elzárt útszakasz az fontos, mert itt igazándiból nem lehet nagy probléma. Először megtapasztaljátok, hogy a motorba, ugye ez egy gyári 50-es Piaggio Zip robogó, az elején meg kell tapasztalni, hogy hol a legerősebb. Először csak annyi fog menni, hogy egy kicsit így belehúztok, megemeli, nem fog följönni, meg fogtok ijedni, amikor egy kicsit jobban megemeli, nem fogtok hanyatt esni, az ettől még messze van, hiába két ütemű, nincs motorfék, de nem fogtok hanyatt esni. Az a lényeg, hogy ugye nincs motorerőnk, itt tényleg a technikára kell nagyon számítani. Amikor eljutottunk odáig, hogy tudjuk, hogy a motorunk hol úgymond a legerősebb, hol van még benne erő, akkor egy kicsi rántással, ne túl nagyjal, eleinte fogva jó nagy rántásnak fogjátok érezni, de amikor beletanultok, akkor azt veszitek észre, hogy kis rántásból is följön, úgymond technikából. Na de rántás, egyszerre adod a gázt, ugye egyszerre csinálod a kettőt. Ez egy összekötött mozdulat legyen. Belerántasz, gáz, fékkel korrigálsz, mint látjátok én is a gázt nem tartom, hanem érzésre, hol kell neki több, hol kell kevesebb, hol kell elvenni. Amikor holdponton túl vagy, akkor csak fékkel, elvettem a gázt is, és csak fékkel gurulsz. Lerakásnál próbáljátok finoman lerakni, hogy a motor ott se kapjon nagy terhelést. Inkább adjatok neki egy kis gázt, amikor leérne az első kerék a földre, hogy egy kicsit még ott is belerántatsz. Gyakorlás a lényeg, meg fogjátok érezni, és mikor holdponton vagytok, nem kell megijedni, fék, finoman belenyúlsz, nem kell erősen, mert lecsapódik az eleje. Meg kell érezni itt a gáz, meg kell érezni a féket, és ugye, mivel egy könnyű motorról van szó, kicsit inogni fog. Arra kell figyelni, hogy a súlypontodat, azt ugye nem csak hátra, hanem oldalirányba is egy kicsit helyezgetni kell, és ezt a lábaddal tudod itt robogónál, itt van jó nagy hely a lábadnak. Meg én néha úgy szoktam, hogy le is veszed a lábtartóról a lábadat, kicsit így korrigálsz, így kilóg a lábad, és hogyha mondjuk elmegy balra, eldől balra, akkor egy kicsit kirakod jobbra, másik irányba, akkor másik láb. Na nézzük. Szépen, lazán. Az ennek a lényege, hogy lazán, finoman, fék, gáz, gáz. Nem is kell mindig a fékbe belenyúlni,
de annak mindig ott kell lennie a kezünknek, a féken. Gáz, 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 fék. Most csak fékkel gurulunk. És finoman rakjuk le. De mindig úgy szoktam lerakni, akár motornál, akár robogónál. Na félreállok, még megmutatok egy pár dolgot. Amit még el tudok mondani, ugye a fék. Kinek mi egyébként? Én úgy kezdtem, hogy a fék, féken a kezem egy ujjal volt, az még az előző robogón, annak egy kicsit máshogy állt a fék. Én nekem ott egy ujjal volt jobb, ennél meg úgy csinálom, hogy amikor megindítom az elejét felfelé, akkor még egy ujjal, és utána átfogok egyből négy ujjra, és akkor így nekem stabilabb benne. Meg egy kicsit máshogy van beállítva a fék ennek, ennek később fog, és így egy ujja nem tudok akkorát húzni, így inkább négy ujjas. De ez kinek mi, ezt ki kell tapasztalni. Ami még fontos pedig, az az üléspozíció. Nagyon előre se ülsz, és nagyon hátra sem. Maradsz ott, ahol neked kényelmes. Hátra azért nem ülünk, mert akkor a motor oldalirányba elkezd mozogni. És ez nehezen lesz korrigálható. Szépen, ahol neked kényelmes, oda ülsz, az lesz a legjobb. Most egyelőre ez volt a cél, hogy ezt bemutassam. A továbbiakban majd a többit. Állva, vagy térdelve, vagy egy kézzel. Ezek mind mások. Ezeket másképpen kell kivitelezni. Máshogy kell gyakorolni. Remélem, hogy tudtam vele segíteni. Most akkor lássunk egy párat. Style and grace allow me to lace these lyrical douches in your bushes.